Na csak cseh. Újabb nap, újabb kirándulás. Megyünk Londonba. Most hát én megyek. Ugye úgy volt, hogy most lett volna képzésem, de aztán valamit elrontottak, és nem most lesz, de nem akarok itthon ülni, ezért bemegyek. Egyedül körbenézek, felfedezem Londont. Tartsatok velem megint. Na, már a vonaton vagyok. Megvan a jegy Londonig, és egy napos metróbérlet, meg buszbérlet. Drága volt. 34 font volt, számoljátok ki. 14 000 forint kb. Most szépen megreggelizek. Danonino, eper, vanília, aztán induljon a nap. The next station is London King's Cross. Megérkeztem Londonba. Na, pofázzál, na szóval, megérkeztem Londonba, itt vagyok a King's Cross-nál. Ugye itt forgatták a Harry Pottert. Ott is van a 9 és 3 érdik vágány. Itt meg Harry Potter volt. Nézzünk körül egy picit. Milyen király cuccok vannak, nem? Na, kiérkeztem nagy nehezen, jó nagy tömeg volt bent. És keresek egy térképet, pont itt is van egy. És megnézem, hogy merre kell mennem. Szóval itt vagyok most. És akkor valamerre el kéne indulni. Na, hát lejöttem a metróhoz, kicsit el vagyok tévedve, de menjünk, vágjunk bele. Elmegyek Houstonig, és akkor onnan meg sétálok egy picit, mert ott van egy nagy park. Aztán megnézem, hogy ott mi van. Na, hát így néz ki egy angol metró állomás. Két perc múlva jön a metró, és akkor egyet utazok csak most elsőre. Hát nem hiába a világváros ez a London. Még a külváros részén vagyok igazából, és már ekkora forgalom, ekkora épületek. A buszok azok nagyon menők. A belvárosban ki van írva, hogy merre kell nézni, hogy ne üssön el az autó, hogyha nem tudod, hogy ugye itt máshogy vannak az irányzatok. Na, ez már egy régebbi metróállomásnak tűnik. Elmegyek az Oxford Streetig, és akkor onnan megyek tovább.
szereztem egy térképet. Most vagyok a Marble Arch-nál. Ez valami kapu. Nem tudom, milyen kapu lehet. Itt van velem szemben a Hyde Park. És most ott keresztül sétálok. Na, itt is van a Hyde Park. Ez itt mögöttem. Ez mind az. Most ott állok. Nem tudom, valahogy így fogok jönni. Szerintem elmegyek odáig a tóig. Vagy mi ez? Nem tudom, mi ez. Azt utána meg ide jövök a Queen Elizabeth kapuhoz. Ott van metróállomás is, meg minden. Induljunk neki. Csinálják a parkosítást. Ilyen volt, és ilyen lett. Na, itt van a tó mögöttem. Na, ez volt a Hyde Park. Ilyet is ritkán látni Pesten, nem? Na, kijöttem a Hyde Parkból. Van nálam egy alma, elkezdtem menni. Most vagyok a Hyde Park Corner metróállomásnál, és innen nincs messze a Buckingham palota, a múzeumokhoz inkább nem megyek el, szóval megyünk a Buckingham palotához, és meglátogatjuk a hercegnőt. Wellington parancsnok. Meg a testőrei. Négyen voltak, aki nem tudná. Még valami nagy kapu van megint, de rekonstruálják most, aztán ilyen csúnyán néz ki félig. Na és akkor ez itt a Green Park. Itt vagyok, itt volt a Wellington szobor, és itt most végül sétálok az úton egészen idáig, és ott lesz a Buckingham palota, ott lesznek az őrségek, és már kezdek közeledni a nagy hírességek felé. Nagyon sokan vannak, és valahonnan jött vissza, és plázázni volt a királynő, aztán ott volt.
Hát ez volt itt a Buckingham Palota. Meg a környéke. Mamma mia, zene. Na, most néztem meg amúgy, ez az őrségváltás volt, amit most Jennyt végignéztem. Ez itt mellettem meg még mindig a St. James Park. És vagyunk akkor a Nemzeti Galériához. Itt már azért kicsivel többen vannak, mint az előző parkban. Tehát érthető, mivel itt van a Buckingham Palota. Még mindig látszik mögöttem. Gyere! Hello! Itt is van ilyen őr, őrség. Szegény csávónak mit kell bírni egy egész nap. Csomó kép készül róla. Kár, ha nincs kírva a neve, aztán akkor be kéne már csak teggelni. Bent vagyok egy nagy körforgalom közepébe. Mögöttem a távolban, ott van a Nemzeti Múzeum. Arra van a London Eye, arra van a belváros, itt ugye a múzeum. És megpróbálok itt átmenni valahol, hogy csak oldalt van zebra. Mögöttem a Nemzeti Múzeum. Egy galéria, miért múzeumot mondok? Nemzeti Galéria. Sok kisgyerek. Dika Yoda. Thank you very much. You like it? I love the debate. I'll take a picture of you. I'll take a picture of you. You want to take a picture of you? I'll take a picture of you. That's a good Freddy!
what I say to you. I got to tell you what I know now. Got to tell you that it's true. Egy hatalmas M&M's volt. És az egész is mögöttem az. Szembe velem meg a kínai negyed. Pontosabban a Chinatown. Anglián belül Kínában. Végig sétálok, nem akartam, de végig sétálok inkább. Ott lógnak a kutyák közben. Süteményes bolt. Mögöttem, meg a Charing Cross stage, az a majd nyomja neki. A Temze fölött állok, mögöttem a London Eye, arra a távol volt a Big Ben, utána a Parlament. Gyerekek itt rajzolják a látványt. Metróval, akkor a London Bridge-ig elmegyek, ha csak valahogy oda találok. Nem tudom, merre kell menni, Westminster Stationen vagyok most, mindjárt kitalálom, aztán indulás. Első kis épület, Unterszállt fölött egy repcsi. Onnan jöttem amúgy, ennek az aljában van egy állomás, egy vasút, meg egy metróállomás. Megkeresem a London Bridge-et, mert nem olyan egyszerű ám azt megtalálni itt.
régi ilyen irodaházak itt. Na, hát kicsit összekevertem a hidakat. Ez a London Bridge, ami vagyok, és a Tower Bridge, ami szép nagyon, szóval most oda kell elmennem. Még van valami hadihajó is, ahogy látjátok. Szóval menjünk le odáig. Megjöttem a Tower Bridge-hez. Itt van szemben a londoni Tower, vagy hát a londoni vár. Átmegy az aluljáron, és akkor ott fogok kikötni pont. Ez a londoni vár, kicsit nagyobb, mint a tatai, meg még egybe is van. És akkor megérkeztem, mögöttem van a London Bridge. Ez itt Londonon belül szerintem az utolsó úti célom. Így néz ki a környék. Itt van mögöttem a London Tower, és honnan megy a London Bridge. A Tower Bridge, hogy mi ez? Már össze-vissza beszélek. És megyek vissza a metróhoz, aztán megyek. Hova megyek? Hát innen indultam, ide értem vissza, King's Cross. Megkeresem a vonatomat. És véget ért a londoni utam mára. Meg is van a vonatom már bennel. Van még másfél percem, addig előrébb sétálok. Ezzel megyek vissza Hitchinbe. És este összevágom a videót. Örülök, hogy velem voltatok. Csak.